A napokban a balatonalmári szakrendelés felfüggesztette a Balaton fűzfői lakosok előjegyzési szándékát. Ezt egy finanszírozási változást megváltoztató rendelet hatályba lépését megelőzően tette. A kialakult helyzettel kapcsolatban Marton Béla polgármester felvázolta az előzményeket. A 2011-ben átadott Balatonalmádi Egészségház pályázati ellátási területre vonatkozó fenntartási ideje lejárt. Az Országos Tiszti Orvosi Szolgálat ezért felülvizsgálta a járóbeteg szakellátási kapacitásokhoz tartozó ellátási területet. Az almádi szakrendelés az indulása óta ellátási területként magában foglalta Balatonfűzfőt is. Mivel Balatonfűzfőn is működik szakellátás, így a párhuzamos finanszírozás megszüntetése érdekében lépéseket tettek. Balatonalmádi városa ezért kérdéssel fordult Fűzfő felé, hogy megkívánják-e tartani a saját szakrendelésüket. A képviselőtestület egy rendkívül ülésen ezt tárgyalta, és egyhangú szavazáson úgy döntött, hogy Balatonfűzfő vonatkozásában nem kíván változtatni. A régi rendszer szerint kíván tovább működni, mint az eddig is volt. A határozatot Balatonalmádi nehezményezte, mivel így ők vélhetően kisebb költségvetésből tudnak majd gazdálkodni. Én beszéltem a finanszírozási főosztályal, a OFF, nem tudom, hogy mi a neve, hosszú neve van, beszéltem vele, hogy mikor lép életbe ez az új finanszírozás. Azt mondta, hogy ez a határozat valamikor jogerő, még nem jogerősen a határozat, valamikor jogerőre emelkedik, és az azt követő hónap 1-től, már kétséges, hogy november 1-től belép, azt mondta, hogy inkább december 1-től vagy január 1-től lép életbe, addig a finanszírozás a régi ütemben megy. Nem érti, hogy miért kell most ezt ilyen gyorsan hevenyezhetett. Én számon kértem, nem számon kértem, én nehezményeztem, hogy nekem polgármesternek a testetek nem volt ideje a lakosságot értesíteni. Én kértem, hogy küldjenek valami iratot, hogy akkor meg hogy mint. Főorvos azt mondja, hogy elzárkózott. Benne van határozatban minden, mit könnek írogatni. Polgármester úrral beszélve tegnap reggel kértem, hogy írjon mégiscsak valamit, hogy én tudjak a fórumon ezt mondani. Erre írt egy levelet, amelyben tulajdonképpen, amit elmondtam, azt leírja, hogy fűzfületet nem fogad de több szakmában, és őket a kialakult helyzetért felelősség nem terheli. A polgármester elmondta, hogy ezt a lépést viszont ők nehezményezik, és annak jogosságát is vitatják, mert ha ez a felfüggesztés csak a fűzfői lakosokat érinti, akkor az diszkriminatív. Dr. Bujdosó László, a Fűzfőmed ügyvezetője elmondta, hogy a település hagyományát viszik tovább a szakrendeléssel, de az érzelmi szálakon túl szakmai érvek is szólnak amellett, hogy itt maradjon a rendelés. Biztosítanak előjegyzés alapján TB finanszírozottan, fülorgégészetet, sebészeti szakellátást, reumatológiai járóbeteg szakellátást, belgyógyászati szakellátást, nőgyógyászati szakellátást, szemészetet, fizikoterápiát, fogászatot. Mindenkinek pontos, biztos időpontja legyen, arra az időpontra, ha érkezik, akkor mi garantáljuk, hogy ott lesz a doktor, meg ott lesz az asszisztencia, meg ott lesz az az eszköz, amire neki szüksége van, és megkapja az ellátást. Abban az esetben, ha sürgős ellátásra van szüksége bárkinek, akkor nyilván elsősorban a sürgősségi ellátásnak a különböző szintjeit lehet igénybe venni. Nyilván a háziorvosi ügyelet kérdéseiről kéne itt most beszélni, vagy ha a háziorvosi ügyeleti időben természetesen elérhető, de ha nem ügyeleti időben jelentkezik valaki, akkor elsősorban a háziorvos a sürgőségi ellátó, másodszorban pedig a kórháznak a sürgőségi beteg felvételi osztálya. De mi még, ha orvos van a házban, egyetlen beteget el nem küldtünk, nem is küldhet el orvos beteget, hogy menjen a sürgősségi ellátás igényével valahova máshova. A tájékoztató után lakossági kérdések következtek.
Arra a felvetésre, hogy nem kellett volna-e hamarabb lakossági fórumot összehívni, elhangzott, hogy most alakult ki olyan helyzet, ami indokolttá tette ezt. A korábbiakban nem volt szó arról, hogy fűzfői lakosokat küldenek el az almádi szakrendelésről. Nem. Az volt a kérdés, a pontos kérdés a képviselőtestület felé, hogy meg akarja-e tartani a szakorvosi rendelést Balatonfűzfőn, hanem az volt a pontos kérdés, hogy támogatja, hogy Balatonfűzfőn fennmaradjon szakorvosi ellátás. Nem volt a mondatnak folytatása, nem volt előzménye, nem volt kérdés, hogy egyébként ezzel megszüntetjük a Balaton-Almádi ellátási kötelezettséget, vagyis úgy döntünk, hogy egyetértünk vele, hogy Balaton-Almádi ne lássa el a fűzfőieket. Nem volt kérdés, hogy vizsgálunk-e bármi más. Tehát egyszerű kérdés volt, támogatjuk-e, hogy felmaradjon az, ami 95 óta létezik és működik. Kedden, pontosan kedden történt, felhívott az egyik kolléganő Almádiból, hogy 2 órával ezelőtt szóltak neki, hogy nem fogadhatja a fűzfői betegeket, és hát azért értesít, hogy ne utaljak oda, mert nem fogadhatja. Rá 2 nappal fölhívott a főnővér, aki elmondta, hogy hát ne utaljak oda betegeket, mert nem fogadhatják a betegeket, kivételt képez a pszichiátria, a neurológia és az ultrahang. Milyen szakellátást tud nyújtani a rendelőintézet? Természetesen TB finanszírozással biztosítjuk a belgyógyászati járóbeteg szakellátást, Árkai Anna főorvosasszony nyújtja. Természetesen biztosítjuk a sebészeti járóbeteg szakellátást. Nyújtjuk természetesen a nőgyógyászati, szülészet nőgyógyászati járóbeteg szakellátást, Csergőfi Gyula főorvos úr. Nyújtjuk a reumatológiai járóbeteg szakellátást, nyújtjuk a szemészeti járóbeteg szakellátást, Tóth István főorvos úr. Nyújtjuk a fülorgégészeti járóbeteg szakellátást, neurológiát nyújtunk, nem TB finanszírozottan, arra nincs szerződésünk, de ha valaki igényli, Kovács Imre főorvos úr az ellátónk. Nyújtjuk a fizikoterápiát, nyújtjuk a gyógytornát, nyújtjuk a gyógymasszást, nyújtjuk a laboratóriumot, és a röntgent, a röntgenben Bezzek Katalin doktornő az, aki a leletezést csinálja, és természetesen röntgenasszisztens áll a leletezésre a felvételek elkészítéséhez. Ezek túlmenően nyilván a foglalkozás egészségügyi alap és foglalkozás egészségügyi járóbeteg szakellátást is nyújtjuk, és betegutat szervezünk a legkülönfélébb ellátások vonatkozásában. Körülbelül mik ezek a határidők, amikkel most a fűzfőmed dolgozik? A belgyógyászat jelen pillanatban az egyetlen, ahol ilyen város a dolog, hogy odaül valaki és kivárja a sorát, az összes többi ellátás vonatkozásában mi előjegyzés alapján dolgozunk, és az előjegyzés alapján néhány hét jelen pillanatban maximum. A reumatológia a leghosszabb, a reumatológiában valahol november vége felé járunk. A rendelet hatályba lépése utáni helyzetről is érdeklődtek. Válaszként elmondta a polgármester, ez elsősorban Balaton-Almádit érinti majd, finanszírozásban és ellátásban a fűzfőjeket nem. Elhangzott, hogy Balatonfűzfő testülete eltökélt abban, hogy helyben megmaradjon a szakellátást, ellátatlanul pedig senki sem maradhat. A rendelő intézet infrastruktúrája megfelelő, és emellett készen vannak a tervek az épület korszerűsítésére és fejlesztésére.